Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a szép napon, és már is kezdjünk bele. Elérkeztünk az utolsó előtti mesénkhez, Janikowski Éva már óvodás vagyok című könyvéből. Ennek a mesének a címe ismét nagyon-nagyon aktuális, hiszen a címe Tavasz keresősdi. Itt a tavasz, mondta Juzsó néni egy reggel. Hol van? Nem látom. Nézegetett jobbra-balra Tamás, mintha keresné. Ebből lett a tavasz keresősdi, mert Ancsa is forogni kezdett, Pöszke fölemelte a terítőket az asztalokról, Eszter meg négy kézláb indult körbe a szobában. Itt sincs, itt sincs, csóválta a fejét, ahogy belesett az asztalok alá Ágika, aki persze utánozta. De nem csak Ágika, mindenki. Elbújt, jelentette ki Ancsa, amikor már mindnyájan körbemászták a szobát, és keresték a tavaszt a polcokon, a játékos szekrényben, meg a pad alatt is. Csak keressétek, mondta Juzsó néni, és úgy mosolygott, mint aki tudja, hogy hol van. Jó, akkor játszunk tavaszkeresőst, de te megmondd, hogy hideg vagy meleg, kérte Misu, mert már sokszor játszottak tavaszkeresősdit úgy, hogy Juzsó néni segített a keresőnek. Ha rossz helyen kereste, amit eldugtak, akkor azt mondta, hogy hideg, ha a közelébe ért, akkor azt, hogy langyos, és ha már majdnem megtalálta, akkor azt, hogy meleg. Juzsó néni beleegyezett, és a gyerekek mindenütt keresgélték a tavaszt, mintha húsvéti tojás volna, amit eldugtak előttük a kertben. Keresték a fürdőszobában és a tálalóban, de Juzsó néni egyre csak azt mondta, hideg. Dani megunta, és az ablakhoz ment. És akkor eszébe jutott a pocsolya, amiben reggel belelépett. A pocsolya helyén nemrégen még jég volt. Egy jó, sima csúszka. De a jég felolvadt. Kint is lehet keresni? Kérdezte Dani. Langyos, nevetett Juzsó néni. Kimegyünk a kertbe. Felvették a kabátjukat. Már senkinek se kellett segíteni. Kint a kertben a nagy csoportosok ástak. A kis csoportosok körbeállták őket, és egyszeriben elfelejtették a tavaszt. Ők is szerettek volna ásni, de nekik nem volt ásójuk. Jó, ezt már megmondom, nyafogott Ágika. Mi miért nem áshatunk? A következő tavasszal már ti is kaptok ásót, ígérte Juzsó néni, és helyet is a kertben, amit feláshattok. De most más csinálunk. Megkeressük a tavaszt. Én inkább ásnék, mondta Zsoltika, és majd a következő tavasszal megkeresem a tavaszt. És hogy meggyőzze Juzsó nénit, hozzátette. Én már ástam a nagymamánál, amikor ott nyaraltunk, és ott volt egy kecske is. A kecskét is én legeltettem, mert a kecskének csak akkor lesz sok teje, ha sokat legel. Szereted a kecske tejet? Kérdezte Juzsó néni. Nem, mondta Zsoltika, csak a kecskét. De ha itt lenne egy kecske, akkor én legeltetném, a többiek meg ihatnák a finom kecsketejet. És ha lenne egy kecskénk, akkor vehetnénk hozzá egy orrszarvút is, lelkesedett Gábor. Orrszarvút, csodálkozott Juzsó néni. Minek? Mert én kint voltam egyszer az állatkertben a nagypapámmal, mesélte Gábor, és láttuk az orrszarvút, aki egy kecskével lakott együtt. És mondta ott egy bácsi, hogy azért laknak együtt, mert az orrszarvú a kecske nélkül mindig szomorú. De ha ott van a kecske, akkor jókedvű. És ha nekünk lenne egy kecskénk, akkor biztosan neki is hiányozna az orrszarvú, és szomorú lenne egyedül. De Zsoltika ezt nem hitte el. A nagymamánál nincs orrszarvú, és a kecske mégse szomorú. Vegyünk inkább egy kutyát, mondta Tamás. Olyan nagyot, amin lovagolni is lehet. Juzsó néni, citát, kis cicát, könyörgött Ágika. Egy fehéret, meg egy feketét. A gyerekek teljesen elfelejtették a tavasz keresősdit. Mindenki a magáét fújta. Vegyünk egy nyuszit, egy mackót, egy barikát! A nagycsoportosok közben felásták a spárgával kijelölt részt a kertben, és nézték, hogy milyen szép lett. Éppen úgy, ahogy a kertész bácsik szokták a parkban. És most mi lesz itt? Kérdezte Baláska, mert már nem bírta tovább nézni, hogy a nagycsoportosok milyen elégedetten nézik a felásott földet. Ide majd világparántákat ültetünk, mondta Bicó, a legnagyobb nagycsoportos. Most még odabent vannak a palánták két ládában, mert kint még megfáznának.
Józsó néni, a bicóik palintát ültetnek, újságolt a Balázska az óvónéninek. Én is szeretnék palintázni. Nem palinta, hanem palánta, javította ki Józsó néni. A palintát csak a hintával együtt mondjuk, úgy, hogy hinta palinta. Azokat a kis virágokat pedig, amelyeket először ládában nevelnek, és azután ültetnek ki a szabadba, palántának hívják. Kár, szomorodott el Balázska. Nekem a palinta sokkal jobban tetszik. Jó, ezt már megmondom, nyafogott megint Ágika. Nekik viráguk is lesz, nekünk meg virágunk sincs, meg állatunk sincs, és még a tavat se találjuk. Mert nem is keresitek, mondta Józsó néni, és igaza volt. Folytatták hát a tavasz keresősdit. Tamás talált egy csigát, Misuk két gilisztát, Gábor egy madarat látott meg, Józsó néni azt mondta, cinege. Ancsa talált egy ibolyát, aztán Eszter is, aztán Ágika is. A kert egyik sarka tele volt ibolyával. Balázska észrevette, hogy a fákon már egészen kövérek a rügyek, és ki akarnak bújni a levelek. Pöszke friss zöld füvet talált a régi levelek alatt, meg egy bogarat. Hát azok? Kérdezte Eszter, és a régi virágágy közepére mutatott, ahol kis hegyes, sárgás zöld levelek bújtak ki a földből. Azokból lesznek a piros tulipánok, mondta Józsó néni, de van köztük sárga, meg fehér narcisz is. És ezeket nem kell palintázni? Kérdezte Ágika. Nem, ezeket nem kell palántázni. Egész télen át bent voltak a földben. Eddig aludtak, most kinőnek. Ez is érdekes volt, de a legjobban mindenkinek a béka tetszett. Helyes kis zöld béka volt, Dani találta. Ott reszketett Dani tenyerében, látszott, hogy fél. Jó, ezt már megmondom, kiabált Ágika. Dani bántja a szegény kis békát. Ami persze nem volt igaz, de a béka úgy megijedt Ágika hangjától, hogy leugrott Dani tenyeréből, és eltűnt a levelek között. Még mindig nem meleg? Kérdezte Misu Józsó nénit, mert szerette volna, ha már megtalálják a tavaszt. Éhes volt. Dehogy nem, felelte Józsó néni, már meg is találtátok. Ez mind a tavasz. És akkor kisütött a nap is, és egyszerre egészen meleg lett, mintha csak azt akarná mondani, hogy ő is hozzátartozik a tavaszhoz, amit a gyerekek megtaláltak. A Dadus néni kikiabált az ablakon, hogy jöjjenek már ebédelni. Nem is kellett kétszer mondani, szaladtak befelé. Amikor Pöszke fel akarta akasztani a kapucnis piros balonját a fogasra, leszakadt az akasztója, éppen úgy, mint az első napon. És Daninak eszébe jutott, hogy Pöszke télen nem ebben a kabátban járt, és ezt a piros kapucnisat nagyon régen nem látta. Délután a gyerekek lerajzolták, hogy mi jutott eszükbe a tavaszról. Legtöbben napot rajzoltak meg füvet, mert azt könnyű rajzolni. De Misu madarat rajzolt, Tamás csigát, Zsoltika kecskét. Dani békát szeretett volna, de sehogy se sikerült. Hát, lerajzolta helyette Pöszke piros kapucnis kabátját. Nos, ennyi volt a mese. Rajzoljátok le ti is a tavaszt, és keressétek meg, és remélem meg is találjuk most már együtt. Jó pihenést a délutáni alváshoz, és szép napot nektek. Holnap találkozunk utolsó mesére. Sziasztok!